Fokos Adri vagyok, és a Szlovákó Játékosan Polgári Társulás elnöke vagyok. A polgári társulásunk egy olyan honlapot üzemeltet, amelyen bárki ingyenesen gyakorolhatja a szlovák nyelvtant, illetve bővítheti a szókincsét. Igazából nagyon tanárfüggő ez a kérdés, mert például a diákjaimon is látom, hogy van, akit egy bizonyos tanár visz, a másikat pedig egy másik, és teljesen más a tudásszintjük. De hogyha így általánosságban én ezt elmondhatom, nagyon-nagyon jó a gyerekek szókincse. Tehát, hogy elsőben például ők megtanulnak ilyen 400 szót. És ha én meg is kérdezem tőle, hogy ez micsoda, ő mondja nekem, hogy ez egy körte szlovákul. Annyi a probléma ezzel, hogy ugye a nyelv ez egy kifejezési eszköz. Azzal, hogyha ő nekem megmondja, hogy az egy körte, azzal ő még nem fejezett ki semmit. Tehát nem mondott el semmit. Ő ezzel random 300 szavat megtanulnak, de használni nem tudják őket. És mivel nem tudják használni, ez már például a felső tagozatra kikopik. Tehát ez a tudás, mintha nem is lett volna. És viszont ezért nagyon kár. Igazából még amit szeretnék itt megemlíteni, hogy abban a 400 szóban nagyon sok olyan van, amire soha az életbe szükségük nem lesz. Tehát két kérdést kellene föltenni, hogy beletartozik-e az alapszókincsbe az, amit tanítani akarok? Ha nemleges a válasz, akkor még mindig lehet valamilyen más célom ezzel. Például valamikor szüksége lesz egy bizonyos szituációba arra a szóra egy gyereknek. És hogyha azt mondom, hogy oké, akkor mehet, megtaníthatom. Viszont ha mindkettő kérdésre nemleges a válasz, akkor egyszerűen nem tanítom meg azt a szót, mert fölösleges. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy már ugye a felső tagozatosokról beszélünk, nagyon kevés a konverzáció, amit ők az órán csinálnak. Tehát körülbelül két hetet mutatta nekem az egyik diákom a füzetét, a konverzációs füzetét, és abban le voltak írva ilyen párbeszéd. És kérdeztem tőle, hogy te most ezzel mit fogsz? Hát, hogy megtanulom. Na mondom, és aztán, hát, hogy akkor aztán elpróbáljuk a pattársammal. És egyszerűen azon gondolkodtam, hogy ebben hol van az a konverzáció. Tehát, hogy ez bemagol egy szöveget, elmondja és kap rá jegyet. Körülbelül ez így működik manapság. De igazából nem hiszem, hogy ez kifejezetten a tanároknak a hibájuk, mert annyira kevés a használható anyag, amiből ők meríthetnének az órán, hogy elképesztő. És a másik dolog pedig az, hogy készülhetne ő minden órára külön, ugye saját anyaggal, de pláne az alsó tagozatosoknál, ahol még 5-6 másik tantárgy is van, ez képtelenség. Tehát akkor, ha ő a szlovákra minden nap készülni akar, éjfélig ott fog ülni az internet előtt. Én próbálok olyan helyzeteket teremteni az osztályteremben, mint amik igazán hasonlítanak a valós élethez. Tehát ezek legyenek kommunikációs gyakorlatok, vagy szituációs játékok. Tehát valami ilyet próbálok belevinni, hogy tudjunk beszélgetni, tudjunk konverzálni, hogy ő neki el kelljen mondani valamit, ahhoz, hogy ezt a bizonyos játékot tudja játszani. Tehát tudjon mondatot megfogalmazni. Nem betanulni egy mondatot, hanem megfogalmazni. És egyébként ezek nagyon jól működnek az angol nyelvben, és valamilyen szinten ezeket kellene szerintem a szlovák nyelvbe is egy picit belevinni. Nagyon érdekes, mert én már az elsősök, most meg fognak kövezni, tuti, de én már az elsősöknek is ragozást tanítok. Tehát nem mondom azt, hogy ez egy főnév, és ez pedig a tárgyeset, de valahogy nem megtanítom azt a ragozást, hanem hagyom, hogy ők elsajátítsák, mert ha nem tudok ragozni, nem tudok beszélni, tehát nem tudok mondatot megfogalmazni. És van például egy ilyen játék, ez a kártyajáték, és nagyon jól működik az elsősöknél is, és a hatodikosoknál is például, és ezzel a tárgyesetet tanítom.
Ez egy olyan kártyajáték, hogy egymástól kell kérniük a gyerekeknek képeket, amik a kártyákon rajta vannak, és ezeket gyűjtik. És ugye a szlovákban a maty, hogy van-e neked olyanod, az a főnév ahhoz az igéhez tárgyesetben kapcsolódik. Tehát ő annyiszor elismétli és nem betanult szöveget, hanem a szituációból adódó szöveget mondja ahhoz, hogy pontot gyűjtsön, pontot szerezzen, azzal, hogy megszerzi a kártyát. Ezt nagyon jól mondod, hogy mindkettő idegen nyelv. Csak hogy a szlovákot nem úgy tanítják. Tehát ez a legfőbb probléma, hogy ugye amikor képzeld el, hogy a harmadik japán órádon ülsz, és tudsz körülbelül 4 főnevet, tegyük fel egy igét, de ragozni nem tudsz. Elé tesznek egy képet, és azt mondják, hogy beszélj a képről. Hát mit fogsz tudni róla mondani? És ugye akkor az történik, hogy bemagoltatják a gyerekekkel, hogy mit is kell mondani erről a képről, és utána a gyerekek ezt elismétlik. Tehát ez senkinek nem tetszik. És az angolban pedig fokozatosan építkeznek. Tehát én tudom, hogy egyszerűbb a nyelvtan az angolban, de fokozatosan építik a szókincset igékkel együtt, főnevekkel együtt. Megtanulnak a gyerekek már nagyon hamar beszélni. És igazából szerintem nincs akadálya annak, hogy ezt a szlovák nyelvbe is belevigyük. Néhány est az volt, és azt hiszem, a nagyon jó hangulatban telt. Tehát itt tényleg arról volt szó, hogy nem vettünk nyelvtant, nem vettünk új szókincset, hanem egyszerűen csak beszélgettünk. Volt egyébként úgy, hogy egymás között kijavítgatták egymást, tehát hogy haladtunk valamerre, és nagyon jó hangulatban teltek, közben kávéztunk, meg sütiztünk. És aztán ezek elmaradoztak, mert hát kevés volt a jelentkező. És nem tudom pontosan, mi volt az oka ennek, de azt tapasztalom, hogy a diákaim inkább individuálisan jönnek. És azok a diákok, akiket akkor tanítottam, nem akartak csatlakozni a csoporthoz, hogy ők inkább maradnak individuális oktatás keretein belül, de én azt gondolom, hogy talán ez a pozíciójukból is kifolyólag. Tehát, hogy volt például egy négyes tanítónénim, tehát, hogy nem biztos, hogy ő szerette volna fölvállalni azt, hogy nem tökéletes a szlovák tudása. Egyébként nem gondolom, hogy annak kéne lenni, de ugye érzik az emberek azt a nyomást a külvilág felől. Tehát aki érzi, azt ez leblokkolja. És azért nem is nagyon mer beszélni, és nem nagyon meri fölvállalni azt, hogy esetleg itt-ott elejt egy szaszi hibát, vagy itt-ott egy kis ragozást. Aztán van a másik csoport, akit ez nem érdekli, ez a nyomás, és ők igazából azok a szerencsésebbek. Találkoztam egyébként ilyennel is, tehát volt olyan diákom, aki bármennyire is igyekeztem, vagy igyekeztünk, ő nem tudott megugorni egy bizonyos szintet. És én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mi az oka ennek, és ő elmondta azt, hogy ő utálja a szlovák nyelvet. Tehát, hogy van egy olyan blokk az emberekben, ugye mint régen volt az orosz, tehát hogy azt muszáj volt tanulnom, és valahogy ilyen a szlovák nyelv is. Tehát, hogyha én 15 évig nem élvezem a szlovák órákat, hát azután se fogom. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy amikor idegen nyelven beszélünk, akkor mindig egy picit más emberek vagyunk. Tehát ez ha tetszik, ha nem. És akkor is, hogyha elsajátítok egy nyelvet nagyon jó szinten, akkor is idegen nyelv marad. Tehát mondok egy példát újra, az egyik diákom azért jött el, mert hogy amikor a férjével, a szlovák barátaival találkoznak, ezek a szlovák barátok azt gondolják róla, hogy ő egy visszahúzódó, csendes ember, pedig hát nem az. És hogy ő ezen szeretett volna változtatni, és ezért jött el kommunikációs órákra. Ezen lehet javítani egyébként. Én nagyon szeretek szlenget egyébként tanítani, mert én elhiszem, hogy nagyon szép és jó helyesen beszélni szlovákul, de ha az a szlovák nem használja, akkor nekem az nem lesz semmire a helyes kifejezés. Lehet rajta javítani, viszont akkor is mindig idegen nyelv marad. És ugye az úgy van, hogy
én nem azt mondom idegen nyelven, amit szeretnék, hanem amit tudok. És ugye nem tudok olyan gyorsan reagálni, nem jut eszembe az adott szó. Ha én szlovák környezetben élnénk, tehát hogy például Szerdahelyen lépten nyomon egy szlovákba belebotlanék, akkor mindig ott lenne a nyelvemen az a helyes szó. De most hetente egy-két alkalommal nagyon nehéz előbányászni. Tehát ott különbség van az aktív és a passzív szókincs között. Tehát a felnőttek körében is nagyon-nagyon jó a passzív szókincs, de mivel nem használjuk, nincs alkalmunk használni, ez mindig passzív marad. Ez az elsősök tankönyve készülőben van. Nem hívhatjuk tankönyvek, tehát fogjuk hívni munkafüzetnek. Tele van olyan szókincsel, amire ténylegesen a gyerekeknek szükségük lehet. Tehát amikor én elkezdtem írni, azon kellett elgondolkodnom, hogy egy elsős gyerek milyen szituációkban találkozhat a szlovák nyelvvel. Tehát például akár légen, ugye szlovákul beszél a fagy is. És akkor egyszerűen szlovákul fogom kérni a fagylaltot tőle. Tehát, hogy vannak olyan szituációk, amikhez igenis szükséges az a szókincs, és ezek mind benne vannak ebben a könyvben, és minden egyes témánál valamilyen igét veszünk át, amelyekhez ezek a főnevek tárgyesetbe kapcsolódnak. Tehát nem, nincs sok belőlük, tehát tényleg csak ilyen 8-9, de ezek hasznosak ahhoz, hogy a gyerek ki tudja magát fejezni abban az adott szituációban. Ez a gyerekkönyv tele van logikai játékokkal, memóriajátékokkal, kreatív feladatokkal, és azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon tetszik nekik. És én biztos vagyok benne, hogy bármelyik tanár, aki ezt kezébe veszi, azon túl élvezni fogja a szlovák órákat. Mert ugyanis ehhez a gyerekkönyvhöz készül egy tanári segédkönyv is, amiben körülbelül ilyen 50 szituációs játék leírás van, és ha valamelyik szituációs játékhoz szükséges valamilyen segédanyag, akkor azt mind megtalálják a tankönyv, a segédkönyvben, és csak annyi a dolga, lefénymásolja és viszi az órára. Tehát tényleg szerintem ez így kerek. Igen, mindenképpen. Már a munkafüzetet meg lehet rendelni, előrendeléseket lehet tenni, mert ugye még nincsen kész, de gyűjtjük a pénzt a nyomtatásra, mert hát sajnos az anyagiakból kifogytunk, és már most nagyon sok alapiskola megrendelte. Át lehet lapozni, van videó a könyvhöz, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy csak pozitív visszajelzések jöttek. A könyvekről egyenlőre a szlovákuljátékosan.sk honlapon talál több információt. Van a kínálatunkban egyébként néhány szókincsfejlesztő társasjáték is. Ezek is nagyon kedvencek a tanárok és a gyerekek körében. Ez szintén saját gyártmány. Igazából mindig valami más inspirált ahhoz, hogy én ezeket létrehozzam, hol például a nagypapám, hol például a kislányom, és én tényleg elmondhatom, hogy öröm így tanítani. Én is köszönöm!